Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast mai beszélgetése dr. Dési Ádámmal zajlik majd, aki a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpontja tudománymetriai műhelyének ügyvivő szakértője. A tudás az bent van most ezekben a megnevezésekben elég szépen, de abban nem vagyok biztos, hogy a tudománymetriát azt mindenki tudja, hogy... Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Legalábbis valami olyasmire gondolok, hogy mikor én is írtam a doktori disszertációmat, akkor impact faktoroknak kellett lenniük ahhoz, hogy elfogadják a dolgozatot, vagyis egy bizonyos számmal kellett alátámasztani a publikálásokat és a közleményeket, egy megfelelő minőséggel. Jól gondolom, hogy ez valami ilyesmit jelenthet? Igen, ez is része a feladatunknak. Elsősorban a Pannon Egyetemnek a tudományos teljesítményét mérjük, monitorozzuk. Az én munkám elsősorban az egyetemi rangsorokhoz kapcsolódik, és én azt szoktam nézni, hogy hogyan állunk a különböző hazai és nemzetközi rangsorokban, milyen előrelépési lehetőségeink vannak például ezek között. Na de még mielőtt elveszítenénk a hallgatóink jelentős részét, azért azt is mondjuk el, hogy a találkozásunknak ez az egyik apropója, hogy te a Pannon Egyetemen dolgozol, a másik pedig az a doktori disszertáció, amit az egyetemről, mint a kábítószer fogyasztás egyik színteréről írtál, és hát ugye a Pannon Egyetem olyan szempontból is érintett, hogy a magyar felsőoktatásban kb. 300 ezer hallgató tanul, a Pannon Egyetemen 6 ezer, és az adatok szerint körülbelül ezeknek a magyar fiataloknak a 15%-a fogyaszt kábítószert. Úgyhogy ez a téma jelen van az egyetemen. Sok egyetemi beszélgetésen vagyunk túl, ilyen aspektusból még nem vizsgáltuk, úgyhogy Ádám ebben lesz segítségünkre, hogy egy kicsit rálássunk így is a felsőoktatásra, ezen belül pedig akár a Pannon Egyetemre is. Ádám, kezdjük a beszélgetést azzal, hogy az a PhD dolgozatod címe, hogy az elefánt csontorony árnyékában, és ugye az egyetemi kábítószer szintéről, illetve annak szereplőiről van szó benne, a fogyasztókról, a kisegítőkről, terjesztőkről. Fejtsük meg ezt a titkot, hogy ezt a nem mindennapi címet hogyan választottad. Minek is az árnyékában, és miért az elefántcsontorony árnyékában vagyunk? Ugye a dolgozatnak igazából az volt a fő koncepciója, hogy én kriminológusként végeztem mesterszakon, és a kriminológia témában készítettem ezt a disszertációt. És a kriminológia tudományban, és főleg a magyar kriminológiában szerencsére elég gazdag a kábítószerekkel foglalkozó szakirodalom, ugyanakkor azok jellemzően azzal a nehézséggel küzdenek, és ez nem igazából nem kizárólag hazai gyerekbet vagy betegség mondjuk úgy, hanem ez egy nemzetközi szinten is megjelenő probléma, hogy általában azoknak a szer használatával is azzal a szintérrel foglalkozunk, ahol a legrosszabbul állnak az emberek, tehát a szakképzésen marginalizált pozíciójukkal foglalkozunk kriminológusok, és az, hogy mi történik a kábítószerrel és a kábítószer szintén azon a helyen és azoknak a közösségében, akik a társadalomban úgymond nyertesek, vagy hát a jobb pozícióban vannak, az egy ilyen felderítetlen terület számunkra. És engem nagyon érdekelt, hogy kriminológusként nagyon sokat tanulunk arról, hogy mi történik szerte a világban, mindenféle borzasztó dolgok akár, de hogy magán az egyetemen, a saját közegünkben igazából mi történik, arra így nem nagyon volt, vagy szinte minimális szakirodalom és felmérés. Úgyhogy én ezzel foglalkoztam a mesteres szakdolgozatomban, és akkor a témavezetőmmel úgy láttuk, hogy ebben igazából van potenciál, és akkor utána mentem, és hát 2016-ban kezdtem el a disszertációmat, és ugye a Covid miatt volt egy kis kilengés, de hogy most védtem meg egy hónapja. Úgyhogy most zárult le ez az utazás lényegében. Hát ehhez gratulálunk.
Én már néhány diploma dolgozatot és PhD dolgozatot láttam életemben, de elég nagy ritkaság, mikor 300 oldalas dolgozattal rukkol valaki elő. Ez egészen elképesztő volt. Innentől már fölismerült az, hogy a tartalma vajon mit jelenthet. Mindjárt csapjunk a dolog közepébe. Ugye a munkamódszered az az volt, hogy interjúkat készítettél fogyasztókkal, kisegítőkkel és hát profit orientált terjesztőkkel. És anonimizáltad őket, de itt én rögtön megakadtam, hogy most akkor mi is a jogi státusz, vagyis ha te terjesztőkkel beszélgetsz, akkor ez nem jelente valamilyen jogi konzekvenciát és következményt, még ha anonimizálva is vannak, mert hiszen azért ez nem egy, tehát ez egy törvénysértő magatartás voltaképpen. Ez igen. Hogy néz ki? Ugye ez egy visszatérő kérdése a kriminológiának, de a devianciákkal foglalkozó szociológiának vagy pszichológiának is, hogy mit kezd ezzel a helyzettel. Ugye én végzettségem tekintve a kriminológia előtt szociológiát tanultam, tehát én nem vagyok jogász, de ugye a magyar törvények úgy határozzák meg, hogy az a fajta a kényszer, ami rajta van mondjuk egy kutatón, hogy milyen bűnesetekről kell szólni, vagy egy állampolgáron, az ugye csak a legsúlyosabbak, tehát az emberölés, terrorizmus, államellenes bűncselekmények körébe tartozik, és a többi nem, hogy nincs egy felelősségem, hogy emiatt tegyek. Egyrésztről másrészt, akikkel én beszéltem, ők jellemzően olyanok voltak, akik abba hagyták már, tehát már mögöttük volt ez, és én nagyon igyekeztem arra törekedni, hogy engem nem érdekelt az, ami mondjuk egy rendőrt érdekelne, hogy akkor mondjuk konkrétan mennyiszert kinek hol adtak át mennyi pénzért, hanem engem sokkal inkább ennek a szintérnek a kultúrája, a szabályai és az ilyen divatjai, belső motivációi érdekeltek, és akkor azokról beszélgettünk. Tehát engem maguk igazából az explicit bűncselekmények, azok így nem nagyon érdekeltek ezen a körön. És ugye az anonimizálás meg úgy tört, hogy minden interjú alanyom az kapott egy elsődleges kódnevet, amit aztán egy véletlen, amíg legyen csak egy sorszám volt, és akkor azokhoz kaptak egy második körben egy véletlenszerűen generált nevet, ami megfelelt a nemüknek, és akkor lényegében az utónévadási kézikönyvből csak így félig meddig találomra a vicces neveket válogattam össze, és akkor a végén igazából így ezeket megkevertem, úgyhogy igazából én se tudom már nagyjából, hogy melyik kódnév, melyik konkrét emberhez tartozik, tehát ez a két lépcsős biztosítékkal mondjuk megvédtem az alanyaimat, hogy ők se kerüljenek problémás helyzetbe. Most te nagyon-nagyon tudományosan levezetted nekünk, de hogyan közelítetted meg az alanyaidat? Nekik is ugyanezt tálaltad, hogy ezért vannak biztonságban? Hát, meg honnan tudtad, hogy kik az alanyok? Hát ez is egy fontos igen. dolog. Ilyen berkekben mozogtál, vagy mit történt? Hát lényegében az egyetemi berkekben, igen. Ugye, az a nagy előnyöm volt, hogy én a mesteres szakdolgozatomban is ezzel a témával foglalkoztam, és onnan már ismertem néhány szereplőt, akik mondjuk mozogtak ezen a szintéren, de ugye a szakirodalom ezt úgy nevezi, hogy hólabda, vagy mélyfúrás, esetleg networking, amikor az volt, hogy én ismertem embereket, akik nagyjából ezen a szintéren mozogtak, és akkor az ő kapcsolati hálójukat felhasználva kerestem további kontaktokat. Ugye itt ez nagyon fontos volt, hogy ugyanúgy elmondtam nekik is, amit itt most, hogy ez anonimizálva lesz, hogy engem nem a konkrét bűncselekmények érdekelnek, hanem meg akarom érteni a motivációikat, hogy az ő oldalukat akarom a történeteknek hallani. Illetve egy másik ilyen fontos toborzási forrás volt, hogy amíg tartott ez az interjús fázisa a dolgozatomnak, akkor amikor előadást tartottam, konferencián szerepeltem, vagy az órát tartottam, akkor mindig felvetettem a közönségnek, hogy ezzel foglalkozom, és szeretnék, ha össze tudnának kötni olyanokkal, akik érdeklődők, és erre nem nagyon sokszor, de volt példa, hogy az előadás után oda jött valaki, hogy akkor ő ismer valakit, aki ebben a témában mozog, vagy hogy ő maga amúgy ebben utazik, és kis mennyiségben mondjuk terjeszt, és akkor nagyon szívesen beszélne az élményeiről. Igen, egyébként az emberek többsége alapvetően sztereotípiek mentén közelít ehhez a témához, meg az úgynevezett drogoshoz,
Te azt írod a disszertációdban, hogy neked is megdőltek előítéleteid, miközben ezen a munkán dolgoztál. Na mondd el, mi volt az a legfontosabb előítélet, döntés, ami bekövetkezett? Talán kettő olyan volt, amilyen előítélet, vagy egy olyan elvárás, amit a dolgoznak, amire én nem is én, tehát nem tudtam, menet közben derült ki, hogy ez egy előítélet bennem élt. Ugye az egyik az, hogy úgy gondoltam, hogy ezek olyan kis, egyrészt kis stílűek voltak, másrészt, hogy relatíve védettek a társadalmi státuszuknak köszönhetően, hogy biztos így a igazából olcsón megúszák folyamatosan ez, de két interjú alanyom is időt töltött börtönben. Mind a kettőnek mondjuk szerencséje volt, hogy ilyen különböző eljárásjogi dolgok miatt, meg ugye nem volt priuszuk, ezért nem töltöttek sok időt bent, de hogy én azon nagyon meglepődtem, hogy egyetemi státuszú terjesztők során el tud jutni idáig a dolog. A másik pedig az a motivációk tekintetében, hogy több terjesztő is mondta, hogy nekik az nem okoz egy ilyen morális problémát, hogy ezzel foglalkoznak, és hogy azért vágtuk belé, mert hogy az őket sokkal jobban megzavarja, hogy sokkal egyszerűen rosszul érzik magukat, az, hogy a családjukra és a szüleikre kénytelenek támaszkodni, és hogy a lényben ők úgy keretezték, és úgy érték meg a terjesztést, hogy ez ugye a családjuknak egy ilyen háttérben futó támogatása, hogy ők ezzel a kábítószerterjesztési projektjükkel önállósodnak pénzügyileg, és nem szorulnak rá mondjuk a családi támogatásra. Sőt, olyan is előfordult, aki ezzel tudta támogatni mondjuk a családját. Ugye többeknél előfordult, hogy valamilyen halál történt a családban, válás, bedőlt a vállalkozás, gazdasági válság miatt egyszerűen egy ilyen ijesztő lefele mobilitás történt, vagy ennek a perspektívája előkerült, és hogy ez mondjuk egy ilyen motivációs faktor volt mondjuk a terjesztés felé ezeknél a fiataloknál. Vannak olyan megállapításaid, amelyek megleptek engem, bár hát töredelmesen be kell vallani, hogy ezt a dolgozatot nem volt időnk meg energiánk részletesen és alaposan. Szóval azt írtad, hogy az erőszak felmerülésének a teljes hiánya is tapasztalható volt, ami ugye jó hír igazándiból, hogy a drog ilyesmit nem váltott ki ebben a mintában. Ezt vártad egyébként, vagy ez is meglepett? Igen, ez egy elég korai hipotézisem volt, ami abból indult ki, hogy egy, azt hiszem, olasz kutató vizsgálta azt, hogy a maffia hogyan tud különböző területekre betörni, és hogyan tud működni, és az az egyik megalapítása, hogy azt hiszem, Veronában, vagy nem tudom, valamelyik kisebb olasz városban, azért nem működött nagyon sokáig, mert hogy a kábítószer terjesztés az egy ilyen jól szituált középosztálybeli státuszú emberek végezték, ahol nem volt szükség erre a maffia által közvetített erőszakra, illetve védelemre, és ezért volt mondjuk sokan ezzel betörni erre a piacra, és nekem is ez volt a feltételezésem, hogy itt ugye mondjuk azt, hogy középosztálybeli vagy jól szituált fiatalok üzletelnek jellemzően egymással, és ezekben a körökben belül maradnak, ahol nincs az erőszaknak hagyománya, sőt, igazából ez egy ilyen tabusított dolog a legtöbb esetben. Tehát mindaddig, amíg a hagyományosnak tekinthető popkultúrában ábrázolt kábítószerpiacban az erőszaknak van mondjuk egy ilyen státuszszerző eszköze, vagy az, ahol az embernek a becsületét meg kell védenie, vagy mondjuk a jellemzően territoriális alapú utcai nyílt terjesztésen az mondjuk a jövedelemnek egy ilyen növelésnek egy eszköze, hogy egyszerűen több utcát foglalok el a másik kárára. Ez Magyarországon amúgy sincs, de hogy ebben a környezetben ez különösen hiányzik. És ugye itt az a fontos, hogy az a csoport, akinek megpróbálnak ugye az egyetemisták megfelelni, ez a saját maguk közege, tehát más egyetemistákat nem fog ezzel lenyűgözni, hogy ő milyen erőszakos, sőt, ennek inkább ez egy kontraproduktív hatása van, tehát hogy ez inkább elriasztja őket, és sokkal inkább tudnak ezért ezek az egyetemista terjesztők, meg kisegítők
felvenni ezt a közvetítő szerepet, hogy a fogyasztóik által így idézőjelben veszélyesnek tartott ilyen sztereotíp terjesztők közül ők ékelődnek be, és egy ilyen vékony vonalként védik őket ettől az alvilági hatásoktól, amik amúgy nem veszélyesek annyira, mert hogy így a terjesztőnek nem indoka az, hogy a fogyasztóját elriassza magától, de hogy erre a piaci igényre lényegében ki tudott terjedni az egyetemi kábítószer terjesztés és a kisegítés. Na most itt a terjesztőknél tartva meg kell, hogy kérdezzem tőled, két szerepkört írsz le. Az egyik az úgynevezett sámán, mint organikus szerep a terjesztők között, igen, illetve van a másik, aki a vállalkozó, mint egy ilyen instrumentális szerep. Az egyik ugye azt mondod, hogy ez egy biztonságosan bevezető kapu tulajdonképpen a sámán szerepe, illetve a vállalkozónál azt is állított, hogy ez gyakorlatilag egyfajta ilyen a vállalkozói létre való fölkészülés. Ezekről beszélj egy kicsit, hogy akkor ez a skála két vége, és egy kicsit jobban írt le annál, mint ahogy én elmondtam ezt a két szerepet. Ugye, amit megfigyeltem, és ez nem csak az én adataimból jön ki, hanem mondjuk hasonló egyetemista kutatásból relatíve kevés van, de mondjuk a hasonló közegek vizsgálatánál, tehát mondjuk az ilyen nem rossz helyzetűeknél, mert figyelj, hogy ez egy ilyen spektrumlegként lehet látni, mert az egyik fejegén vannak ezek a vállalkozók nevezett egyének, akik igazából, nekik a kábítószer az csak egy az illegális termékek közül, ami a legnagyobb profit kulccsal dolgozik, tehát ők igazából mind olyan interjú alanyaim voltak, akik kifejezetten úgy képzelték el a jövőjüket, hogy ez mondjuk megalapozhatja akár a tőkéjüket, hogy beszálljanak valamiben, de hogy ők utána is ebben a vállalkozói szemléletben képzelik el magukat, és így üzletelni akarnak emberekkel kapcsolatba lépni, networköt építeni, és a többi. És a spektrum másik vége volt az, akit én sámánoknak neveztem, az egyik interjú alanyom jellemezte így a saját terjesztőjét, akik olyan személyek, akik a terjesztésben nem a profit az elsődleges számukra, most az is egy jelentős tényező, tehát nem szívjóságból csinálják, de hogy számukra sokkal fontosabb volt maga a kábítószer és az a kultúra, amit a kábítószer jelentett és amit szimbolizált. Ezért mondhatjuk azt, hogy számukra a cél az mondjuk a kábítószer volt, és mondjuk az eszköz volt csak a pénz, vagy a profit benne. És ők voltak azok, akik mondjuk eléggé benne voltak az ilyen spirituális oldalában a dolognak, akik mondjuk jellemzően használták a különböző kábítószereket mondjuk ilyen önfelfedezésre, ilyen kb. Ilyen szeánszokat tartva, és ebben mondjuk támogatva vagy bevezetve a fogyasztóikat vagy a barátaikat. És ugye náluk mondjuk ez egy ilyen kitüntetett pont volt, hogy ők nem azért csinálják, hogy minél nagyobb profitot generáljanak, hanem az, hogy egyfajta ilyen mentori, tanítói szerepet vegyenek föl, amely ez a sámán szerintem egész jól leírtam, az egyik interjúban nem mondott, hogy ő például a biztonságos szerhasználatba bevezessék a fogyasztóikat. És ez volt egy meghatározó. Ugye ez egy ilyen spektrum, és én maga tisztaságában azért ezek nincsenek meg, tehát a vállalkozó jellegűeknél is azért mondjuk megvan, hogy mondjuk eligazítják jobb esetben a fogyasztóikat, mondjuk, hogy mit mivel legyen, vagy ne legyen, de hogy náluk sokkal kevésbé volt meg az, hogy ezt akkor ilyen önfelfedezésre használják, és akkor arra így ilyen közös párbeszédet nyissanak mondjuk a fogyasztóikkal, mert számukra ez egy ilyen érdektelen volt, ők egy terméknyi volt a történet legtöbbször. És milyen terméket akarnak eladni, illetve megvenni, mert ugye itt megállapítod a interjúk alapján, hogy a designer szereket az teljes egészében elutasítják, vagyis azokat a szereket, amiket mindig egy kicsit mahinálnak, hogy ne legyen illegális drogról szó, akkor most milyen drogot használnak alapvetően a te interjú alanyaid? Igen, hát ugye ez a designer, ez egy nagyon fontos tabu volt, tehát hogy ez egy olyan dolog volt, ami szerintem mindenkinél, aki az egyetemista közegben, vagyis az én mintámban megfordult, ők csak akkor használták, ha véletlenül, tehát mondjuk vagy nem értettek hozzá, vagy átvert őket a terjesztők, vagy olyanok, akik egyszerűen fizikailag nem fértek hozzá, ezek jellemzően azok voltak, akik egyetem előtt valami kisebb városban, faluban laktak, ahol egyszerűen ez volt az egyetlen, és rögtön el is hagyták, amikor jobb forrásokat találtak, mert hogy ezeknek a súlyos egészségkárosító hatása, ez
mélyen benne van a köztudatban. Ugye, amit használnak, azok igazából a marihuána az alapvető, és ez az, amivel a legtöbb terjesztő is foglalkozik. Ugye ez az, ami igazából mondhatjuk úgy, hogy az ilyen alfája és omegája ennek a szintérnek, amit akár a mindennapos használatra is lehet. És utána következnek a különböző parti drogok, halucinogének széles tárháza, ugye majdnem minden, amit csak meg lehet venni, az itt is előfordul ezen a szinten, és ugye a kokain az, ami mondjuk az ára miatt így kevésbé jelenik meg, tehát ez az csak mondjuk egy ilyen ez csak az kacsesszint. árral van összefüggésben, vagy van ennek a szernek egyfajta megítélése, ugye a szerfogyasztók körét, ha jól körberajzoljuk, akkor látjuk, hogy ezek a nagy menő vállalkozó jápék, akiké ma a világ. Én valahol, mintha ezt olvastam volna egy veled készült interjúban talán, hogy van egy ilyen megközelítése is a kokainnak az egyetemisták körében, hogy az egy ciki drog, mert azt olyanok használják, akik azért nem a mi köreinkhez tartozóak. Ezt jól Igen, értem? ez volt a hipotézisem, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon szép szimmetrikusan fel lehet rajzolni, hogy alul vannak a dizájnerek, és akkor felül a kokain, és akkor a kettő között minden, amit az egyetemisták vannak. De az derült ki, hogy ez a hipotézis igazából megdőlt. Tehát a kokainnak előfordult, tehát volt egy-két olyan ember, és én rájuk alapoztam, hogy belül indítottam ki ezt a hipotézist, hogy ez jelentett egy ilyen más típust, amit más típusú emberek használnak, akik mondjuk el akarják határolni magukat. De az derült ki, hogy ez igazából nincs így, vagy nagyon, nagyon elhanyagolható, szóval inkább az ára az, ami meghatározza, de mondjuk ez egy nagyon jó kutatói tapasztalat volt, hogy az ember így talál valamit, ami nagyon szépen leírná, és milyen jól illene az elméletébe, és a valóság az nem igazolja. Úgyhogy emiatt mondjuk ez egy nagyon hasznos tanulókör volt nekem. Na most te tudománymetriával foglalkozol, legalábbis abban az intézményben tevékenykedsz, akkor most egy ilyen kellemetlenkedő tanári kérdést föltehetek-e, hogy hát ez a 40 minta, ez mennyire tekinthető reprezentatívnak, hogy ebből következtetéseket lehessen levonni? Ugye az én kutatásom az kizárólag interjúkon alapult, nem végeztem kérdőíves felmérést, és ennek a módszertannak ugye a célja nem a reprezentativitás, tehát én nem azt akartam megismerni, hogy az egyetemisták hány százalékban mit használnak. Ugye a fogyasztást azt fel lehet mérni kérdőíves módszerekkel, nagy megbízhatósággal, erre Magyarországon amúgy remek felmérések vannak. Igen, a legelőbb idéztem a 15%-ot, az a Igen. legutóbbi mérési adat, igen. Igen, és ezek nagyon megbízhatóak. Ugye, amit én akartam, az igazából ez a terjesztés és a terjesztési karrierút kialakulása, amit nem lehet kérdővesen vizsgálni, mert hogy ez egy olyan téma, amit mélységében kell feltárni, tehát erre nagyon nehéz szerintem igazából lehetetlen egy ilyen kérdőívet készíteni arra, hogy valaki miért válik kábítószer terjesztő, úgyis itt egyéni történetek, motivációk, családi traumák, nagyon sok tényező befolyásolja. Hogyha az én dolgozatomnak nem volt a célja a reprezentativitás, és nem is reprezentatív, tehát mert hogy ez ugye a kvantitatív kérdőíves vizsgálatoknak az eszköztára, és az, amit én végeztem, egy kvalitatív interjús vizsgálat, ezt nem tudja megcsinálni, de erre nem is vállalkozik, és én nem is vállalkoztam. Ugye, amit mondjuk tudok mondani, hogy az én dolgozatom az kizárólag budapesti egyetemistákkal készült, ugye őket tudtam elérni, úgyhogy emiatt mondjuk tudok elméleteket alkotni arra, hogy mi történhet Veszprémben, vagy más vidéki városokban, vagy máshol az országban, de mondjuk az, hogy például a maga gyakorlatában hogyan ültethetőek át, mondjuk a budapesti gyakorlatok, az egy nagyon izgalmas kérdés, és én szeretnék a jövőben ezzel foglalkozni. Ez jelenleg az angol kábítószerkutatásokban is egy ilyen nagyon izgalmas tényező, hogy hogyan utazik lényegében országon belül nem csak a maga a kábítószer, de hogy ennek a divatja és a különböző terjesztési struktúrák, és hogy mondjuk hogyan alakulnak ilyen csomópontok, és szerintem ezt még Magyarországon is érdemes felmérni. Tehát az én dolgozatom az nem reprezentatív, és erről mondjuk nem tudok a dolgozatom alapján mondani ilyen nagy általános mondásokat. Használsz egy olyan fogalmat, még visszatérve az eredményeidhez, vagy a definícióidhoz, hogy okos drog.
Ugye ma mindenki találkozik ezzel a fogalommal, okos város, okos óra, minden okos, ezek szerint te megtaláltad az okos drogot. Mi ez? Mesélj róla. Ugye az okos drog az egy nagyon konyhanyelvű összefoglalása a dolgoknak. Ebbe egyaránt tartoznak bele kábítószerek, jellemzően speedet szoktak erre használni, valamint kismértékben mondjuk halucinogéneket vagy marihuanát, akkor hogyha ilyen művészi tevékenységről van szó, de hogyha mondjuk fent kell maradni és sokat kell dolgozni egyben, akkor a speed az embereké. A másik pedig az, hogy hát ez az Egyesült Államokból indult ki ez a nagyon rossz divat, hogy a figyelemzavarra ugye egyre súlyosabb gyógyszereket írnak ADHD, fel. Igen, amire így egyszerűen azt mondjuk, hogy ADHD, igen. Igen, és hogy ezek a gyógyszerek, vényköteles gyógyszerek, ezek nagyon sokat tudnak segíteni a koncentráció és a figyelem fenntartásában, és elterjedtek, ugye az Egyesült Államokban, a középiskolában és az egyetemeken is, Magyarországon, amikor én felvettem az interjúimat, meg amikor körbenéztem a témában, akkor még az volt a mondás, hogy ez még nem terjedt el drasztikusan, mint az Egyesült Államokban, ahol tényleg egy nagyon gyakori dolog, de már megjelennek. Ugye ezek olyan szerek, amik lényegében egy ilyen energiaital, vagy egy kávé, csak így megszorozva 10-20-30-al hatóanyagában, ami egy ilyen nagyon erős fókuszálást biztosít, és különösen akkor segít, amikor hirtelen nagy terhelésnek van valaki kitéve, főleg az ilyen kampányszerű tanulási időszakokban, és akkor ez egy ilyen kémiai csodaszer tud lenni. Ugye ezt jellemzően kevésbé terjesztőktől vásárolják, hanem ezt sok esetben maguknak rendelik, mondjuk, vagy összeállnak többen fogyasztók, és akkor úgy rendelik mondjuk a Dark Web valamelyik piacáról. És ez hogyan működött technikailag, hogy bementél mondjuk egy megbeszélt helyre, egy presszóba, ott valami megkülönböztető jelzéssel összejöttél az illetővel, az akkor előkapott egy marihuanás cigarettát, esetleg téged is megkínált vele, hogy oldottabb legyen a beszélgetés. Szóval hogyan zajlott a történet? Ugye ezeknek a történetek nagyon egyszerűen zajlottak, mert hogy arra ment ki az egész, és azt mutatta be, hogy ez igazából annyira szervesen összefonódott, vagy nagyon könnyen rátelepedett az egyetemista életre, hogy nem látta, tehát külső szemlélő nem vette észre, hogy itt bármi más történik, mint két egyetemista küllemű egyén beszélget. Ugye az interjú közben nem fogyasztottunk kábítószert, én egyáltalán nem. Az interjú alanyok között volt egy, azt hiszem, aki rágyújtott, de a döntő többsége maximum egy-két embernél fordult elő, hogy egy fröccsöt vagy egy pohár sört ittak, de jellemzően azért odafigyeltek rá, hogy ez egy interjú helyzet, és itt valahogy viselkedni kell. De ugye erről a szakirodalom és a kábítószerkutatók között nagyjából az a megegyezés, hogy az ember azért ezt belátja, hogy mennyire fogja mondjuk az interjú helyzetben mondjuk így befolyásolni az alanyt, és ők, mivel aktív használók, pontosan tudják, hogy milyen hatással lesz rájuk, úgyhogy ők nem lövik túl a dolgot egyáltalán, tehát meg az is benne van, hogy sokuk számára ez egy elég stresszes dolog tud lenni, hogy előadjanak, ilyen nyíltan legyenek megkérdezve, és mondjuk az ő úgy érzik, hogy az segít, hogyha rágyújtanak mondjuk. Hogyan ismertük fel egymást? Nem nagyon voltak ilyen különös ismertető jegyek. Általában elmondtam, hogy milyen pulóver van rajtam, meg hogy milyen színű a hajam, és egy kivételével mindig megtaláltuk egymást. Ez egyszer fordult elő, hogy egyszerűen két szomszédos kocsmában vártuk egymást, és így mindketten arra számítottuk, hogy a másik majd egyszer csak rá, hogy rossz helyen van. Ez volt, azt hiszem, a legnagyobb izgalom az interjúk során. Ha jól értem, akkor ezzel a témával te még fogsz foglalkozni, és a kutatásaidat tovább fogod folytatni. Van ebben valamilyen várható határidő, van valami koncepciód, mire kell számítani, mikor jössz elő a következő, akár Veszprémre vonatkozó megállapításaiddal? Most azon igyekszem, hogy a megvédett dolgozatomat azt mondjuk egy könyv formájába átültessem. Ugye ez egy elég komoly munka lesz, hogy ez nagyon különböző közönségnek ír az ember, amikor disszertációt készít, és amikor könyvet.
és én mondjuk szeretném mondjuk eléggé lefaragni belőle az ilyen akadémiai vonalakat, és egy jóval közérthetőbb nyelvezetbe átültetni ezt, mert úgy gondolom, hogy ez egy izgalmas téma. Ugye, ami engem még érdekel ezen a területen, az az úgynevezett narratív kriminológia, ami egy olyan megközelítése a kriminológiának, ami a nevéből adódóan azokkal a történetekkel foglalkozik, amik mondjuk motiválják az embereket cselekmények elkövetésére, vagy pont, hogy amikkel mondjuk magyarázzák saját maguknak vagy másoknak, illetve azért, hogy mik ezek az olyan tanmesség nagyjából, amikből tanulnak ezek a terjesztők, amiből az információt adják át egymásnak, és mondjuk egy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, de ugyanakkor mondjuk az ilyen távlati terv az is, hogy hogyan lehetne mondjuk kidolgozni egy olyan intézményi szintű felméréseket mondjuk a helyi kábítószer helyzetre, vagy hogyan lehet mondjuk az egyetemi partikat a lehető legbiztonságosabbá tenni. Ugye ezeket megszüntetni nem lehet, úgyhogy szerintem sokkal inkább amire foglalkozok én, az hogyan lehet a lehető legnagyobb biztonságot elérni, hogy a lehet, hogy pontos tudásuk legyen mondjuk a személyeknek arról, hogy mi az, amit fogyaszthatnak, mivel, mit ne keverjenek, mi az, amire inkább igyanak sok vizet, mi az, amire nem, és ugye az egészségkárosodást a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük, és mondjuk ebben mondjuk egy intézményi partnerség, vagy egy ilyen hallgatói felmérés lehet egy olyan terv, amit én szeretnék mondjuk egy ponton megvalósítani. Majd nyilvánvalóan a könyvbemutatóra meg fogsz minket hívni, és erre szívesen vállalkozunk, mert mi a könyveket preferáljuk a beszélgetéseinkbe, meg mi magunk is a podcast kiadott egy könyvet, Történetek Veszprémről címmel. Ebben ugyan, Laci, nem emlékszem, hogy kábítószerrel kapcsolatos írást, vagy az olyasmi, ami azt ihlette, ilyen nem történt, vagy volt, hát, szerinted? Ha a Szilágyi Lackóra gondolunk, aki megjelenik ebben a kötetben, akkor erős összefüggést tudunk találni a kábítószer ügyjel is, úgyhogy nincs olyan könyv, ami benne lenne. Viszont én kíváncsi volnék arra, hogy a tudományos pályán is szeretnél tovább mozogni, túlmenően azon, hogy most a könyvkiadásban gondolkodol. Most jelenleg a Pannon Egyetemen, ugye a tudománymetriai műhelyben dolgozom, és itt most egy nagyon izgalmas kutatási lehetőségét kaptam, ahol az egyetemnek a kiválósági profilját kéne felállítani, szintén interjús módszertannal. Úgyhogy most ez a rövid távú terv. Kedves nézőink és hallgatóink, Dési Ádámmal hallottak beszélgetést, és kívánunk sok sikert kutatásaithoz, meg természetesen a könyv kiadáshoz. Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Chianti Apartmentsnek, a Targoncatrade-nek, a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Agida Veszprémi Jégkrémgyárának és a Nelson Biztosítási Alkusznak, hogy mint patronus klubunk tagjai segítik a munkánkat. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Szia-szia! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Yeah.